Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a Derkovics Művelődési Központban két hetente vasárnaponként 10 órától matiné mozivetítés van. Tudjátok, hogy mi az, hogy matiné előadás? Nem. Hát egy sem. Egy műsor. Igaz, hát egy gyerekműsor. Úgy tudom én. És ez hogy működhetett régen? Tévébe. Szóval a matiné előadás ez egy ilyen kisgyerekeknek való műsor, és a tévében adták valamikor. Ezt a gyerekek részére szokták rendezni a moziban, és azért matiné előadás, mert délelőtt szokott. A te gyerekkorodban voltak ilyenek? Hát voltak, és én nagyon szerettem őket, és sajnálom, hogy most egyre kevesebb van. Helyesnek tartom, mert a gyerekek úgy elmennének mesefilmekre, meg esetleg történelmi filmek, amit is iskolába tanulnak. Azt megnéznék úgyis. Milyen filmeket vetítettek a te idődben? Hát általában mesefilmeket. Azok voltak általában. És lenne rá igény szerinted a fiatalok körében? Persze, hogy lenne. De szinte minden családban van már videó. Akkor is lenne szerinted? A mozinak a varázsa akkor is megvan még mindig. Úgyhogy biztos, hogy lenne rá igény. 1962-ben indult útjára a mozikban a matiné előadás. A kormányrendeletben szabályozott ifjúsági nevelés céljából létrehozott program nagy sikert aratott a fiatalok körében. A kezdetben iskolai rendezvényként szervezett mozi látogatás lassan átalakult egyéni programmá. A szocialista kultúra terjesztésében egyébként is fő feladata volt a moziknak, ezért minden nagyobb faluban létrehozták a mozikat, a mozikban pedig a matiné előadásokat. Emlékszem, gyerekfejjel hányszor voltam Dobó István, tenkes kapitánya Buga Jakab, és a szomszéd fiúkkal gyakran vitatkoztunk azon, ki legyen az ügyeletes hős a játékban. A matinék a mozi hanyatlásával egyidejűleg 1984-ben szintén megszűnt. Ebben az évben több mint 3000 mozit számoltak fel nézőhiány miatt. Hogy ennek mi oka volt? Talán a színes tévé és a videó megjelenése? Elképzelhető. A televízióban azonban egy idő után kimentek divatból az ifjúsági és történelmi filmek, és helyette a hollywoodi akciófilmekből tudhattuk meg, hogyan is kell igazán dögös, véres akciófilmeket csinálni. A televíziós csatornák pedig szaporodnak, és egyre rontják magukból az információt. A baj csak az, hogy a fiatalok nincsenek felkészítve a nagy mennyiségű vizuális hatás feldolgozására. Sem az iskolában, sem a családban nem kapnak választ felmerülő kérdéseikre. A világ pedig gyorsul. Talán egy remény, hogy 1998-tól bevezetésre kerülő nemzeti alaptantervben már helyet kap a filmművészet, a filmformanyelv és némi média ismeret az oktatásban is. Lehet, hogy nosztalgiának tűnik, de nagy örömmel üdvözöltem a matiné előadások újraélesztését. De már az is eredmény, ha a fiatalok csak 1-2 órára kiszakadnak ebből a pörgővilágból.